A Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum, szakképzőiskola és kollégiumban töltötték le kötelező nyári szakmai gyakorlatukat a 9-es, 10-es szobafestő, mázoló, tapétázó tanulók. Mint Kovács Sándor gyakorlati oktatásvezetőtől megtudtuk, a 140 órás nyári szakmai gyakorlat teljesítése a feltétele, hogy felsőbb évfolyamba léphessenek ősztől a diákok. A 9.-10. évfolyamos tanulóknak kellett ezt a kötelező szakmai nyári gyakorlatot letölteni, illetve a szakgimnázium osztályba is 2 osztálynak kellett még nyári gyakorlatot tölteni, irodai titkároknak és a egészségügyben tanulóknak. A külső helyen augusztus 31-ig kell teljesíteni a gyerekeknek a cégeknél. Ugye ez, hát ugye a cég mondja meg, vagyis ő osztja be jobban, mert ugye ahol több gyerek is van, egyszerre nem tudják őket úgy foglalkoztatni, ezért ugye felosztják, és az a lényeg, hogy 31-ig, tehát augusztus 31-ig mindenképpen az igazoló lap érjen vissza az iskolába, hogy ezáltal ugye a 9. illetve a 10. tanévük érvényes legyen. Az iskolában 4 hét alatt Gyarmati István festő szakoktató vezetésével a tanulók keze által teljesen megszépültek a kollégium második szintjén a vendégszobák a folyosóval együtt. Az iskolában is átfestettek 5 tantermet díszítő elemekkel, és a leendő új festő tanműhelyt is rendbe tették a tanulók a gyakorlati idő alatt. Itt az iskolánkban 5 tanterem újult meg, és a kollégiumban is néhány vendégszobát, vagyis szobát újítottunk föl, meg néhány kisebb tantermet is át kellett egy kicsit alakítani, és ugye a festést is megoldották a tanulóink. Ez mindenképpen ugye, hogy egy kis díszítés, tehát ugye hozzátartozik a szakmához is, meg a későbbiekben is akár versenyekre is, ha készülünk, akkor ezek a dolgok, a díszítések, tapétázások mindenképpen magas szinten kell ugye művelni, és ahhoz itt az alapokat nagyon jól meg tudják tanulni a gyerekek. A festők mellett a szakácspincér és az egészségügyben tanulók is az iskolában voltak gyakorlaton. Az asztalos, a gépi forgácsoló és a heggesztő szakma tanulói a gyakorlati helyeiken vállalkozásoknál teljesítették a kötelező gyakorlatot tanulói szerződéssel. A festő tanulók az iskolai tanműhelybe, illetve az iskolába töltik a nyári gyakorlatot. Szakáspincér tanulóknak kellett még ugye a benti gyakorlatot megoldani, és az egészségügyben tanulóknak is. A többi szakma, az asztalos, gépi forgácsoló, heggesztő tanulók már kint kezdték meg a nyári gyakorlatot külső cégeknél tanulószerződéssel.